És én azt gondoltam, hogy ő majd pontosan ezért a családi indítatásánál fogva egy egészen más és, és nőként is egy sokkal érzékenyebb, a problémákat sokkal inkább megértő és sokkal inkább a kompromisszumokat kereső irányba megy el, ahol ő védi Európát. Ehhez képest mit csinált? Kiszolgáltatta Európát, a háború során gyakorlatilag kivéreztette Európát, és, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, feláldozta ezt az egész Európai Uniót, és egy olyan érdekszféra fogjává tette, ami, hát, hogy mondjam, szóval megkérdőjelezi azt is, amilyen irányba a világ is ma már megy, hogy akiket a választások során megválasztanak, ahhoz képest, aki megfelelő tőkével rendelkezik, pénzzel akarnak megválasztott vezetőket anulálni. Most ez nem megy. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodé, és nagy tisztelettel szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szili Katalint, miniszterelnöki főtanácsadót, az országgyűlés volt elnökét. Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a szerkesztőasszony és természetesen a kedves hallgatókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és rengeteg téma van, amiről lehet beszélgetni, és lehet kérdéseket föltenni, de kénytelen vagyok, vagy hát... Úgy gondoltam, hogy muszáj azzal kezdenünk, hogy belépett a kereszténydemokrata néppártba. Láttam, hogy nagy viharokat is kavart ez az ellenzéki baloldali oldalon is, és olvastam több interjút, ami azóta önnel készült, illetve hallgattam, és láttam, hogy több esetben úgy fogalmazott, vagy úgy reagált ezekre a kritikákra, hogy ön 30 éve nem változott, és hogy az ideológiája, a világnézete ugyanaz maradt. És az a kérdés merült fel bennem, hogy egyébként baj, lenne, ha az ember változna, mert hogy annyi minden változik körülöttünk. Talán természetesnek is vehetnénk, ha valaki 30 évvel ezelőtt picit más gondolt a világról, mint ma. Igen, ez egy elég uh, sajátságos uh, a magyar politikai közéletben, hogy uh, általában az embereket uh, hajlamosak megbélyegezni. Nyilvánvaló, hogy nekem is kellett azért önvizsgálatot tartanom, részben azért is, mert uh, 2010-ben elhagytam a Magyar Szocialista Pártot, de mint baloldali, és akkor ezt e, csak emlékeztetnék, hogy szociális elkötelezettségemben abszolút baloldali maradtam. Ha már ilyen címkét kell tenni, bár megjegyzem, hogy ezek a fajta e, megkülönböztetések szerintem itt a XXI. században egészen mások, mint amilyenek voltak a XX. században, e, arra is ki fogok térni, hogy miért. Viszont amíg ott voltam, addig is engem mindig egy hívő és egyébként nemzetben gondolkodó politikusnak tartottak. Volt olyan időszak is az életemben, amikor még ottani politikusként is úgymond légüres térbe kerültem a nézeteimmel, és a szociális elkötelezettségem ugyanúgy megmaradt, a nemzeti elkötelezettségem az továbbra is teljesen szilárd. És ugyanúgy a hitem és a hitemhez való ragaszkodásom is. És ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy az ember elmondja azt, hogy volt egyházi esküvője, és, és sorolhatnám tovább, hanem ez a belső hitem, ez számomra egy fontos és egy olyan támaszték, ami azt gondolom, hogy sokszor megtartott akkor is, amikor nehéz időszakokat éltem át. És eltöltöttem ezt követően ugye közel 13 évet gyakorlatilag teljesen pártpolitikai hovatartozáson kívül, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen itt a XXI. században az a fajta politikai háttér, amit az ember ma egyrészt elvár saját magának is, vagy azt, amit a mai politikai palettán valaki biztosítani tud, ez egy kereszténydemokrata elkötelezettségű párt, hiszen eh, szociálisan elkötelezett, és itt hozzá kell tennem, hogy a Fidesz-KDNP eh, az elmúlt 13 évben, ha már ezt eh, a baloldali-jobboldali kontextusban értékelem, akkor sokkal inkább baloldali volt az intézkedéseiben, mint amilyen valaha is tudott eh, lenni az önmagát baloldalinak való eh, szocialista párt vagy szociáliberális politikai erő. Éppen ezért én ezt nagyon büszkén vállalom, hogy tulajdonképpen egy olyan politikai erőhöz csatlakoztam, amelyiknek az értékvilágát valótam tíz előtt is, csak éppen akkor olyan helyen voltam, ahol se a nemzeti se a keresztény elkötelezettség igazából nem volt fontos. Sőt, én azt kell, hogy mondjam, hogy nem is tudta soha levetkezni azt a stigmát. A baloldal jó néhány politikai pártja, hogy nem gondolkodik sem kereszténységben, sem nem gondolkodik nemzeti elkötelezettségben, és ennek sokszor hangot is adnak, vagy a cselekedetükkel, vagy egyáltalán a szóhasználatokkal is. Mekkora a különbség a között, hogy valaki párton belül vagy párton kívül politizál? Ez egy sajátságos dolog, meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen az elmúlt 13 évben is ezt a konzervatív jobboldali vagy keresztény szociális eszmét követő politikai erőt és ezeket az ideákat szolgáltam. Az, hogy én úgy gondoltam most 13 év után, hogy csatlakozom kell valami politikai erőhöz, ezt egyetlen egy dolog motiválta, hogy úgyis beárasztak mindig az elmúlt 13 évben is, hogy én Orbánista vagyok, hogy én egyébként semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes urat szolgálom a nemzetpolitikai feladataimmal, akkor úgy gondoltam, hogy akkor miért ne tartozzam oda, ahova egyébként is oda ragasztottak, vagy ahova egyébként tartozó is vagyok tulajdonképpen, ha az ideológiai mezőt nézem. Az egy más kérdés, hogy ezt tesz még mindig azok, ahogy ön is fogalmazott, hogy nagy politikai vihart kavart. Én elég sajátságosnak tartottam, én nem gondoltam, hogy 13 év után Szili Katalin, ö, neve ö, még mindig ö, ilyen indulatokat kelt a ö, balliberális oldalon, ami mondjuk, és ezt csak itt megjegyzem, hogy ö, magában a balliberális szemantikailag is problémás, mert tulajdonképpen jól jelzi, hogy alapvetően liberális, ez képest ö, bal. Na most ö, én nem gondoltam ezt, de örülök neki, hogy még mindig ennyit számít a nevem. Ugye a Mandinerben adott egy hosszabb interjút, ahol föltették azt a kérdést, hogy miért nem a Fidesz belépett be, és miért pont a KDMP-be. És akkor ott szóba jöttek ilyen kifejezések, hogy keresztény demokrácia, keresztény szocializmus. Ebben egy picit segítene már, csak azért is, mert ő is mondta, hogy ezek a fogalmak ma már nem is annyira azt jelentik, amit mondjuk a 20. században jelentettek. Mit értünk akkor most ezek alatt? Az a sajátságos, hogy Magyarországon volt többször hosszabb ideig, rövidebb ideig keresztény szociális néppárt. És az az érdekes, hogy ez soha nem tudott igazán meghatározó erővé válni, mert a jobboldali politikai erők mindig úgy gondolták, hogy hogy lehet, hogy valaki keresztényebb, mint ők, a baloldaliak meg úgy, hogy hogy lehet, hogy valaki szociálisan elkötelezettebb, mint ők. Tehát tulajdonképpen ebben a mezőben nem tudott soha megerősödni, de én azt gondolom, hogy ha a mai politikai palettát tekintem, akkor a kereszténydemokrata néppárt és a Fidesz egy hasonló ö, konstellációt alkot, mint amilyen a Németországban a CDU-CSU ahol is a keresztény szociális eszmerendszerben nyilván a Rerum Novarum alapján, amit ugye a 19. század végén a pápa megfogalmazott, ennek alapján egy nagyon erős szociális elkötelezettséget jelöl, de én úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen ez hozzám a legközelebb álló. Igazából nem volt számomra akkor ez kérdés, hogy a Fideszbe vagy a KDNP-be, de én azt gondolom, hogy ha a KDNP-be beléptem, akkor már oda tartozom a Fideszhez is menjünk akkor egy picit tovább, és ezt a vonalat egy picit akkor el is engedném, viszont arról mindenképp szeretném, ha elmondaná a véleményét, hogy mint aki az MSPhez hez is tartozott, méghozzá nem is kevés ideig, hogyan látja meg, hogyan nézi, milyen szemmel nézi azt, ami azóta az msp vel történt, mert az, hogy egy, hogy egy ilyen, hát egy második párt, vagy egy első, volt olyan időszak, amikor első párt volt az országban, tehát körülbelül azt hiszem, ilyen milliós szavazóbázissal rendelkezett voltak olyan Évek, hogy ez, ez szinte egy politika történeti tanulmány lehetne, hogy hogyan ideig. Hát ez az, és uh, itt bocsásson meg, uh, nyilván nem a reklám helye, de Galóbéla uh, írt egy könyvet, uh, mindig a haza címmel, tulajdonképpen az én politikai karrieremről. Uh, 27 évét uh, mutatja be az én politikai uh, pályámon keresztül a Szocialista Párt lejtmenetének, ami nagyon sajátságos és számomra ez az egész lejtmenet alapvetően ott kezdődik, hogy a szocialista párt akkor, amikor 1994-ben ugye megszerezte ugyanaz abszolút többséget, de a liberális, az SZDSZ-szel összeállt, akkor tulajdonképpen óriási vita volt még a párton belül is, hogy szükségesek koalícióra lépni, vagy egyedül tud kormányozni a szocialista párt, de mivel a rendszerváltozás még akkor Annyira közel volt. Sokan úgy érezték a párton belül, hogy szükséges ehhez egy liberális politikai erő, amelyik úgymond segít a szocialista pártnak abból a 90 előtti megácsolt gettóból kijönni, amibe került a rendszerváltozáskor. Most ez egy érdekes történet volt, hogy szerintem a szocialista párt egy elég karakteres pártként indult, bár megjegyzem, hogy ha Horn Gyula látná azt, hogy mivé vált, akkor szerintem forogna a sírjában, mert ö, teljesen elveszítette, és azért, ahogy említettem, szemantikailag is jól látszik, hogy alapvetően egy ö, teljesen liberális politikai erővé vált. Tehát megszűnt az a fajta szociáldemokrata vonal, amit ö, egyébként szerintem kellett volna vinnie a szocialista pártnak. Ehhez hozzátartozott volna jó néhány kérdés, Például, hogy az 56-hoz való viszonyát azt tisztázza, nemzethez való vagy a kereszténységhez való viszonyát ö, rögzítse egyértelműen, álljon ki amellett egyértelműen. De nyilvánvaló, hogy mindaddig, amíg a szocialista párt ö, úgymond a liberális még akkor is, hogyha a szociáldemokrata irányultságát ö, szeretné elérni, de mindaddig, amíg a liberális ö, erőknek a fogja, addig ezt nem fogja tudni megvalósítani, és ezt a fajta karakterét veszítette el, és ennek köszönhető ma, hogy egyébként egy részről a szocialista párton belül sosem sikerült azt a fajta úgymond nemzeti vonalat előtérbe helyezni, vagy egyáltalán annak többséget szerezni, hanem mindig ez a liberális elkötelezettség maradt többségben. Ezt, ez vitte a mainstreamet, ennek köszönheti azt, hogy gyakorlatilag az elmúlt 25-30 évben sikerült annyira szappanozni a lejtőt maga alatt, hogy most már éppen, hogy mérhető legjobb tudomásaim szerint. Most ez nyilvánvaló, hogy mindenképpen, ugye én annak idején, amikor kiléptem a szociálista pártból, azt mondtam, hogy szociálista pártnak vége, bár ez egy elég hosszú vajódás, de én azt látom, hogy elveszítette minden karakterét, és ma már a az úgymond a végeken a szocialista pártot támogatók, vagy a tagság nagy részét is elveszítette, mert átvándorolt a DK-hoz akkor, ha jól értem, ön inkább ehhez az szdsz koalícióhoz köti ennek a lejtmenetnek az elindulást? Én, van, 2006-hoz köti, van, aki ahhoz, hogy Gyurcsány Ferenc kilépett onnan, vagy szakította. Most vásza. az az érdekes egyébként, az bocsássa meg a szerkesztő, azt mondja, hogy itt hadd tegyek hozzá, hogy azért az egy érdekes dolog, hogy sok egy picit visszatérnék az előző vonalra is, hogy e, még mindig én vagyok a fő transzparáns e, áruló, ahogy szoktak volt fogalmazni, és ami mindig ilyen indulatokat kelt a párton belül, és én ezért azért csodálkozom, mert mondjuk én egyedül elegánsan elhagytam a pártot. Azok után, hogy hangsúlyozom, a szocialista párton belül mindenki által és elég nyilvánosan is folytak a viták, ami a részben, a szociális részben a nemzeti elkötelezettség miatt alakult. Ehhez képest az, aki viszont úgy verte szét a pártot, hogy vit magával képviselőket, mert a frakció szétverte, elvitte, ahogy szoktak a párton belül fogalmazni a párt talpasait, az nem érdekes, az senkit nem zavar, azt még mindig imádják. Mindenképpen egy sajátságos helyzet, hogy ott utána egy összefogásban, aztán még egy. Hát és, ö... és hogy mindig jön ugyanaz a. Tehát vi, mindig ö, kipróbálnak ö, számtalan ö, módszert, de mindig ugyanoda visszatérnek, hogy csak az összefogás, csak az összefogás. Én szerintem, ha akkor, amikor még a Mesterházi a párt elnöke volt, ha mondjuk 18-ba fölvállalják, hogy a szocialista párt külön elindul, szerintem ma még mindig egy középerős párt képét mutathatná, mert a saját karakterét be tudja mutatni, ugyanakkor mindig egy liberális taniolba csomagolt a saját elképzeléseit, ezért se tudott hitelessé válni. De nagyon jó, mert pont Mesterházi Attilát szerettem volna hozni. Ő egyébként egy szociáldemokrata elveket képviselő ember volt az MSZP-n belül. Hát de de meg -e kérdezem. Megették a liberális erők, hát ez nagyon jól látható volt azon az ominózus október 23-án, amikor fönt a színpadon, és ugye elkezdték, amik az összefogásról szó esett, és ő elkezdte saját beszédét mondani, akkor tulajdonképpen kifütyülték. Ő neki ki akkor kellett volna gyakorlatilag egy karakterisztikus lépést tenni, de mindig is ez volt egyébként a szocialista párton belül, hogy a liberális mainstream diktált, még akkor is, hogyha egyébként a végeken a tagság nagy többsége mégis valóban szociáldemokrata volt, és előttük én még most is meghajtom a fejem, akik még mindig ezért küzdenek, és nem vették észre azt, hogy egyébként pedig ez a neoliberális vonal mindig is elárult a, 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 a szociáldemokrata elveket. De azt szeretném volna még kérdezni, hogy ugye Mesterházi Attila, illetve most Komjáti úr is ezt a szociáldemokrata vonalat képviseli, ha jól gondolom, és hogy mit gondol arról, hogy van erre egyáltalán Magyarországon most fogadó készség, nem az van, hogy a korszellem az diktálja, hogy ez ennek az ideje valamilyen szinte lejárt, és be kell csomagolni egy másfajta... Nem, módon. én azt gondolom, hogy egy modern szociáldemokrata erőre szükség van most is, és uh, én azt gondolom, ha ma megkérdeznénk például a uh, konzervatív vagy jobboldali erők nagy-nagy részét, hogy uh, ő szerintük szükség lenne egy valódi szociáldemokrata pártra, amelyik nyilván a, hogy ön is fogalmazott, az időkkel maga is változik, és ebben a uh, világban, ahol nyilván a munka most már egészen másként alakult át, ahol a, akár a a, azokat a szociáldemokrata eszméket ö, tekintem, mint az egyenlőség meg a szolidaritás kérdése. Ezek nyilván ma már ö, mást jelentenek, de ehhez alkalmazkodni kell. De ezek a, az elvek szerintem még ma is ö, igazak. Viszont ö, azt kell látni ebben, hogy ők hiába ö, kezdenek már most el szociáldemokrata elveket vallani, ha egyszer a az elmúlt 13 évben annyiszor átverték már az egyébként a szociáldemokrata eszméket elfogadó, vagy abban hívő embereket, hogy ez most már az ő részükről teljesen hiteltelenné vált. Hiszen hiába hirdetik a szociáldemokrata eszméket, ha mindig az azt megtagadó neoliberálisokkal fognak össze, és velük futnak neki a választásnak. Ma meg már azt hiszem, hogy túl sok választása nincs is a szocialista pártnak. De hát ott látjuk a Demokratikus Koalíciót, és az ebben a nagyon érdekes, hogy ugye sokszor, ahogy említettem is, vagy sokan az MSZP-nek a lejtmenetét 2006-hoz kötik, miközben 2006-nak a főszereplője tudott alakítani egy olyan pártot, amely a legerősebb ellenzéki párt Magyarországon. Hát ez a, ez a sajátságos ebbe a történetbe, hogy megtehette azt, hogy 2010 után. Egyébként én visszaemlékszem arra, hogy 2010. júniusában, amikor volt a Szocialista Párt kongresszus, amin én ut utoljára azon vettem részt, azt követően nem is vettem már részt a kongresszuson, akkor én föltettem azt a kérdést, a... semmi más nem kérdeztem a kongresszust hozzászólásomban, csak azt, hogy döntse el a Szocialista Párt, hogy egy liberális pártá kíván válni, vagy egy szociáldemokrata párt kíván lenni. Na most, mintha ezt meg se hallotta volna senki, az, aki miatt egyébként a szocialista párt kétharmados vereségbe belesétált, azt viszont vastapsal köszöntötte, akkor én azt mondtam, hogy nekem itt nincs tovább keresni való. Tehát itt az a baj, hogy a saját identitását sem volt képes a párt megfogalmazni. Beszélt ugyanarról, és mindig arról beszélt az elmúlt húsz esztendőben, hogy mert mi megváltozunk, mert változni akarunk, meg szociáldemokratává válni, de nem tudott soha. Mindig is a neoliberális eszmék fogja maradt, mindig is a tőke állt, vagy legalábbis azokhoz csatlakozott, akik ezt fújták. Vagy például akkor tekintsük, ha már egyik fontos kérdést, a nemzeti kérdést, milyen érdekes, Mesterházi Attila elment, vissza, elment Erdélybe, és bocsánatot kért 2004-ért, ugye december 5 én -e népszavazásért, és utána, miután ez megtörténik, ha emlékeim nem olyan, 2016 körül, 15-16 körül, ehhez képest olyan politikai erővel fognak össze, akik meg azt mondják, hogy köszönjük szépen, itt ö, ö, ne kapjon más állampolgárságot, csak aki itt fizet adott most hát azért az emberek nem buták, tehát azért ők érzik a különbséget, és én azt gondolom, hogy valahol a dolgoknak a nyitja az e körül van még kicsit közeledve a napjainkhoz, és még szeretném az Európai Unióval kapcsolatos viszonyunkról is kérdezni, de még itthon maradva egy picit biztos megkapja többször ezt a kérdést egyébként, mint volt házelnök, hogy mit szól a jelenlegi parlamenti felszólalásoknak a színvonalához. És láttam is, hogy egy interjúban azt hiszem úgy fogalmazott, hogy csodája a Kövér Lászlónak a türelmét. hát igen. Hát igen, mert én pont azon mosolyogtam a múltkor, hogy eszembe jutott, hogy a Házelnök asztalán, vagy az elnöklő asztalon, ugye ott van egy óriási csengő, aminek a harangja egy ilyen hengerbe kell beleilleszteni. És én a két és fél éve alatt mindösszesen kétszer vettem ki azt a helyéről, és csengettem. Borzasztó erős hangja van a parlamentben. És sokszor úgy átfut az agyam, hogy hányszor csengettem volna már mo most, ha ezen időszak alatt. Kellene elnökölnöm. Azt kell, hogy mondjam, hogy azok a politikai erők, és itt elsősorban az ellenzékről beszélek, akik olyan dolgokat engednek meg maguknak, ami a, a, akár a képviselőtársaiknak a fütyüléssel, meg egyéb történő inzultása, vagy hogy beletolja a, a, a mobiltelefonjának a felvevőjét a, a miniszterelnök arcában, szóval ez, ezek egyszerűen megmagyarázhatatlan dolgok. Arra nem gondolnak, hogy egyrésztről olyan, az, amit a parlament mutat a, a vitakultúrájából, ez leszivárog a végekre és a legalacsonyabb szintekre. Na most nyilvánvaló, hogy ezt a társadalomban érezhető agresszivitás, türelmetlenség, stb. visszatükrözi. És azt szoktam mindig mondani a képviselőtársaknak, annak idején, mikor képviselő voltam, hogy az ellenzék, ha komolyan gondolja a saját magát, hogy ő valaha kormányozni szeretne, akkor nem viselkedik így, mert elvárja majd az ő ellenzékétől is, hogy tisztelet teljesen viselkedjenek. Na most ilyenkor én mindig arra a következtetésre jutok, egyrésztről, hogy valóban, ezek az ellenzéki politikai erők nem készülnek kormányzásra. Tehát ez mondjuk számomra teljesen nyilvánvaló belő ebből, mert egyébként olyan vitakultúrát és olyan kultúrát, amit ők is majd elvárnának a saját ha netán kormányra kerülnek, akkor a saját ellenzéküktől. Na Most innentől kezdve én azt gondolom, hogy elég tragikus részben a stílus, is, tehát ez a mérhetetlen személyeskedésig fajuló stílus, amit, amit én egyszerűen meg, megengedhetetlennek tartok. Úgyhogy én visszaemlékszem arra az időszakra, hogy volt olyan, hogy képviselő mobiltelefonnal beszélt, és így intettem, kiment a teremből, és fölküldte a névkártyát, és bocsánatot kért. Tehát azért, és akkor még hogy el voltunk ájulva attól, amikor egyszer beszólták a cédulákat a karzatról, hogy ez micsoda skandalom. Na most ehhez képest, ami most történik, az egy összehasonlíthatatlanul rosszabb hangnemet és rosszabb képet mutat magáról. És hát, hogyha ezt az emberek látják, azért megvan a véleményük egyszer. Viccesen mondtam, hogy volt egy amerikai politikus, aki azt mondta, hogy nem meri megmondani az anyukájának, hogy politikus, ezért inkább azt, ha, ha, azt hazudja, hogy bárzongorista. Most ugye félő, hogy a politikusi eh, státusz és pálya eh, ennyire eh, tehát eh, egyszerűen devalválja eh, magát ettől a magatartástól, és ez, ezt meg kell, hogy értse eh, kormányzópárti ellenzéki képviselő Egyaránt, hogy ez az egész parlamenti munkáról mondja ki az emberek által a rosszalást, és nem csak egyik vagy másik politikai erőről, és ez a, a, a tragédia ebben. De nem lehet, hogy ez egy politikai eszköz is az ellenzék kezébe, mert pont a múlt héten Szabó imának az egyik felszólalásra futott a körbe a médiát, mert olyan szavakat használt, amit nyilván mindenki fölkapott, cím, hát a címlapra nem is került, de bekerült a mainstream a magyar sajtó. Hát sárszóra. az a helyzet, hogy ő, ők azt gondolják, hogy azért, hogy bekerüljenek, tehát az küszöb már ö, ö, olyan szintre jutott, hogy ö, muszáj, szerintem nem, ez... Tehát nem az én ízlésemnek megfelelő az, ami ma a parlamenti stílust jellemzi. Szerintem egy elegáns stílussal is ugyanúgy be lehetne kerülni, ha valóban van tartalmi mondani való. Mennyire tartja felkészültnek egyébként ezeket a felszólalásokat? Hát nézel, én azt hiszem egy 1913-as vagy 23 as házszabályt, amit egyszer kaptam ajándékba egyet, és abban például az van tilos. A képviselőnek papírból beszélni. Na most én azt gondolom, hogy egy felkészült képviselő kell, hogy tudjon fejből is, hogyha egyszer, fel, ha valóban felkészül beszélni, de én azt hiszem, hogy egy elegáns, és, és talán még azt mondom, hogy az sem baj, ha papírból beszél, de azt megengedhetetlennek tartom, hogy ez sértegetőség és a személyes gyűlöletig érzékelhető legyen. Nem szabad gyűlölni az ellenfelet. Egyszerűen fel kell állni, vitatkozni kell. És ugye nekem az a bajom, hogy pontosan azok teszik ezt, akik azt mondják, hogy ők demokraták. Sőt, úgy hívják magukat, hogy a valódi demokraták. Most aki demokrata, az nem csak tiszteli a másik véleményét, hanem hagyja is számára, hogy elmondja. Vagy fordítva mondom, hogy nem csak, hogy hagyja elmondani, hanem tiszteletbe is tartja a más véleményt. Most én ezt hiányolom, hogy az ellenzék fenen hangoztatja, hogy ő maximálisan demokrata. Ehhez képest aki nem azt hangoztatja, vagy másként cselekszik, vagy más tesz, tessenek szívesek lenni, választást nyerni. És akkor mutassák meg, hogy ők mit tudnak. Azt mondta, nem szabad gyűlölni az ellenfeleket. Egyébként ez kihat a folyosói beszélgetésekre is, akár vagy, mert ugye igen, volt olyan mendemonda, hogy hát bent megy a nagy vita, de azért kint egy normális párbeszéd. Hát ez így feleköző. van. Én azért azt gondolom, hogy amíg én is a parlamentbe ültem, azért ott volt a képviselőkkel normális párbeszéd. Sőt, azt kell, hogy mondjam, ugye én baranyaiként, az összes baranyai teljesen pártállástól függetlenül tudtunk ügyekért együtt küzdeni. Néze, én azt gondolom, a, a politika az önmagában művészet. Tehát abba kell érezni a finomságokat. Kell tudni azt, hogy hogy hol szükséges, hogy elegánsan, udvariasan, tényleg a választók számára is elfogadható módon folyjon a parlamenti vita. Ma már én csak mosolyogni tudok, amikor ugye régen mindig az volt, hogy tar tartsuk be a parlamenti játékszabályokat, ugye ezt ilyen vita során szokták említeni, de ma már ennek nincs semmi jelentőség ennek a mondásnak, de szerintem sokkal hálásabb lenne a, a közönség, és itt a választókat és az egész nemzetet beleértem, hogyha ez egy elegáns mederbe folyna. Ilyenkor, mondom, visszatérve erre mindig az az érzésem, hogy Ugye egy politikában, ha valaki küzd azért, hogy ő maga kormányozzon, akkor megpróbál úgy viselkedni, amit ő is majd el fog várni a saját ellenzékétől. Így mondom, hangsúlyozom még egyszer, talán azt mondanám, hogy ez, ami most zajlik, ez abszolút nem az én ízlésemnek megfelelő. De hát, ha látjuk ugye az európai parlamenti felszólalásokat, azok sem mindig azt tükrözik, hogy a, vagy a felkészültségről, vagy a politikai nagyságról tesznek bizonyságot, és akkor térjünk is rá az Európai Unióval való kapcsolatunkra, mármint Magyarországnak a kapcsolatára és viszonyára. És azért is érdekes kérdéshez, mert amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hát vannak, akik azt mondják, hogy na, ez az Európai Unió, ami most van, az nem az amihez mi csatlakoztunk. Önnek mi a vélemény erről, aki azért már akkor is Benne volt ebben a munkában. Hát Jócskán, ugye én visszaemlékszem, sőt, ugye 94-ben, amikor én kezdtem a politikai pályafutásomat, még környezetvédelmi államtitkárként, akkor kezdtük el a csatlakozási felkészülést. Tehát én egy óriási várakozás volt bennünk, mondjuk, be őszintén, mert mindig is azt mondtuk, na majd az uniós számtalan dolgot meg fog oldani. Uh, és, és ugye rendszerváltást követően is mindannyian azt hittük, hogy az Európai Unió elhozza a uh, szabadságot számunkra, nem csak abban, ami a mozgásunkat jelenti, hanem egyszerűen uh, Európa is egy új lélegzethez jut, ezzel a bővítéssel, ami történik, és hogy akkor ugye a, a 28 ország, ma már a britek kiváltak, tehát 27 ország együttese biztosítja, és bennünk az a fajta várakozás volt akkor, és úgy tekintettünk erre az Európai Unióra, ami egy minőségi váltást is elhoz a részben, a politikai közéletben, a párbeszédben, a mobilitásunkban, hogy, hogy ez, ez olyan, mint amikor az embernek úgy kitárulnak az ablakok és friss levegőhöz, Jut. Na most ehhez képest, ja és, és akkor volt még egy fajta, ami szerintem egy fundamentális kérdés, hogy az Európai Unió a, a, az uniót alkotó országok nemzeti közösségének az elképzeléseit kell, hogy tükrözze. És rá kellett jönnünk arra az elmúlt, most már ugye jövőre 20 év során, ugye 2004-hez képest, hogy gyakorlatilag egy egészen más ö, ö, mentalitást kezdett el az Unió, vagy az Unió vezetése. Maga az Unió, ö, az Európai Unió vezetése, maga a bizottság, tehát az administratív ö, közeg kezdte el vezetni Európát. Tehát elvált az az administratív vagy bürokratikus közeg, amit a bizottság képviselt, ettől, amit egyébként az országok együttesének kéne, a közös többszöröst megkeresni bizonyos kérdésekben. És ez nem jelenti azt, és itt visszatérnek megint csak arra, amit a demokráciáról mondtam, hogy a más véleményeket ugyanúgy el kellene fogadni, vagy akár egy nemzetnek a saját szuverenitásának a védelmét. Ehhez képest, és ezt látom egyébként például nemzeti kisebbségvédelmi ügyekben is, hogy egyszerűen az történik, amivel nem akar, azzal nem foglalkozik. Egyébként pedig. Szuverenitásért, és, és elkezdett egy ö, olyan ö, diktátumot maga a bizottság, ami teljesen különbözik az országok ö, akaratának a közös többszörösétől. És elindított azzal, hogy egyébként a balliberális mainstream ö, vagy neoliberális mainstream ott is megjelent a saját ö, olyan elképzeléseivel, ami hát egyszerűen ö, én soha nem gondoltam, hogy húsz év múlva ide fog jutni az Európai Unió, hogy mondjuk a zsidó-keresztény elveket, amire amin alapul egyébként a, a, az Unió, a, egész kultúrája, ezt ö, egyszerűen ö, feje tetejére állítja, és ö, mondjuk azzal, ami a migráció kérdésével történik. És itt szeretnék utalni egy dologra, hogy olvastam -e egy... Ö, 2007-ben keletkezett tanulmány most a napokban pár hete kezembe került, amiben olvastam azt, hogy már leírják ott, hogy majdan az európai országoknak, például Németországnak 5 millió munkaerőre, bevándorló munkaerőre lesz szüksége, Olaszországnak 3 millióra, és a briteknek 6 millióra, és pont azt feszegeti, hogy jó, és hogyha ez jön, ez a munkaerő ahhoz, hogy Európa működő, képes maradjon, ez milyen identitásválságot fog előidézni. 2007 körül született ez a tanulmány. És holta és 15-ben mi történik? Ellepik Európát, és megindul az a migrációs vonulat, aminek gyakorlatilag az eredményeként oda jutunk ma már, hogy nógozónák vannak Európában, hogy egyébként a neoliberális eszmékkel keresztül hoznak minden eszmerendszert, egészen odáig, hogy ma már megkérdőjelezik azt, hogy a férfi férfi, a nő nő. Szóval egyszerűen én attól tartok, és a Juncker bizottsági elnök úr után azt hittem, hogy majd talán jobb lesz. Ez a várományom, ez hogy mondjam, most már teljesen kútba esett, mert én azt gondolom, hogy az a hölgy, aki most vezeti a, az Európai Bizottságot, ki kell, hogy mondjam, alkalmatlan arra, amit ellát, mert egyszerűen ma nagyon jól látszik, hogy ez az Európa, ha ezt a vonalat viszi tovább, amiben a maga gyengeségében is egy gyenge Európa, egy Európai Egyesült Államokra törekszik, ez egyszerűen azt fogja jelenteni, hogy képtelenek lesznek a világban Európa újra definiálására, hanem egyszerűen egy lemaradó ö, olyan ö, földrész marad, amelyik hát ö, körülnézheti magát 10-20 év múlva. Rick von der Leyen asszonyjal kapcsolatban azért voltak pozitív várakozások, ugye egy keresztény, sok gyermekes családanya, tehát volt egy ilyen remény azzal kapcsolatban, hogy tényleg változhat. Tudja, a szerkesztő a legnagyobb baj az, hogy én úgy látom, hogy mindenki fogja valakinek. Tehát azokkal a cselekményekkel, amik akár itt a korrupció tekintetében, akár az ő pandémia során történt, SMS váltásai, a, hogy most a Káli asszony visszaülhetett annak ellenére, hogy nála találták, vagy az apukájánál azt a rengeteg e -e eurót, és hogy ennek ellenére visszaülhetett. Tehát az a baj, hogy egy olyan hitelességi válságba került az egész európai parlament és adminisztráció, ami, amit egyszerűen nem is tudom, hogy hogy lehet helyrehozni. Tehát attól, hogy ő egy, valóban meg kell, hogy mondjam, nekem is óriási várakozásaim voltak, és miniszterelnök úrunknak azért volt elég so, ö, sokat segítettő neki, hogy ő bizottsági elnök lehessen. Ehhez képest a háláját ö, nagyon jól érzékelhetjük, mert ott rúgnak belénk, ahol éppen ö, akarnak. És én azt gondoltam, hogy ő majd pontosan ezért a családi indítatásánál fogva ö, egy egészen más és ö, és nőként is egy sokkal érzékenyebb, a problémákat sokkal inkább megértő, és sokkal inkább a kompromisszumokat kereső irányba megy el, ahol ő védi Európát. Ehhez képest mit csinált? Kiszolgáltatta Európát, a háború során gyakorlatilag kivéreztette Európát, és, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, föláldozta ezt az egész Európai Uniót, és egy olyan érdekszféra fogjává tette, ami, hát hogy mondjam, szóval megkérdőjelezi azt is, amilyen irányba a világ is ma már megy, hogy akiket a választások során megválasztanak, ahhoz képest, aki megfelelő tőkével rendelkezik, pénzzel akarnak megválasztott vezetőket anulálni. Na most ez nem megy. Tehát itt, itt, itt azt gondolom, hogy a helyére kellene jó néhány dolgot tenni ahhoz, hogy Európa visszanyerje azt a fényét, ami évekkel ezelőtt volt, mert azt kell, hogy mondjam, teljesen ellehetetlenítik, ha, ha valóban ez az ez Egyesült Európa ideája marad, a, a nemzeti szuverenitás annullálása marad, ha a háború pártiság marad a békével szembe, Hát a bizottsági elnök asszony szájából még egyszer nem hallottam, hogy a békéről beszélt volna, vagy hogy ő mit tesz azért a saját ö, ö, tekintélyénél fogva, hogy ezt a békét ö, megteremtse, vagy egyáltalán a feleket egy tárgyalóasztalhoz leültesse. Tehát azért jól jelzi az ő tekintélyét az, hogy még erre se képes. De meg se kísérli. Mi a véleménye arról, hogy most sokan fölvetik, főleg amiatt, hogy nem jönnek ezek az Európai Uniós pénzek, úgy tűnik, hogy nem, így újságolvasó emberként az ember azt lehet, hogy nincs is rá nagyon esély, vagy nem látjuk a végét ezeknek a dolgoknak, hogy mikor történhetne egy olyan áttörés, hogy akkor azt mondják, hogy odaadják ezeket. Hogy mi a jövője Magyarországnak ezen a szövetségen? Hát, én, én, az én az azt gondolom, hogy, hogy tehát én, és az első mondatom hadd legyen az, hogy Önmagában azt, amit a magyar ellenzék Brüsszelbe is művel, azt ö, egyszerűen ö, leírhatatlannak tartom. Azért is, mert ö, bármilyen ö, vita lehet itthon, bármi, de ez ugyanolyan, mint amik az ember egy családba él. És szívesen megkérdezném azokat a az ellenzéki magyar politikusokat az Unióba, hogy amikor családon belül náluk probléma van, akkor is elszaladnak a szomszéd asszonyhoz. Vagy valahova, hogy tegyen rendet, hogy segítsen ő neki. Hát, micsoda dolog ez. Egyszer a, az osztrák házelnök asszony kollégám egyszer azt kérdezte tőlem, hogy miért van az, hogy ha Magyarországról szó van, akkor a magyar ellenzék az folyamatosan az eh, árulja el a saját hazáját. Hát erre, erre, meg kell, hogy mondjam, én szégyeltem magam. Tehát én, én azt, azt, bármi történik, tehát az, hogy kivinni a saját belső vitáikat és a saját erőtlenségüket eh, próbálni megtámasztani Brüsszelbe, ez erre nem találok szavakat. Tehát ez az első dolog. A másik pedig, hogy a, a, és, és én azt érzékelem, hogy lehet, hogy Brüsszel ezt már elengedte volna, hogyha, ha nem fűtenék állandóan a magyar ö, ö, ellenzéki politikusok. Tehát ahhoz, hogy hogy ők egy ilyen mértékig ö, arcul csapják azt, ami egyébként a, akár a megállapodásunkban, bármi szerződésünkben, bármiben szerepel, én ma már komolyan az a vicc jut mindig eszembe, hogy Nyuszik, a most piros sapka van rajtad, vagy nincs rajta sapka, de teljesen mindegy, hogy mi mit teszünk le az asztalra. Teljesen mindegy, csavarják tovább a rendszert, mert az látszik, hogy nem akarnak fizetni, mert ki akarják húzni addig, amíg az, az európai parlamenti választások vannak. Csak egyet elfelejt az ellenzék, hogy nem saját magával szúrke, hanem az egész magyar nemzettel, és ez a választók részéről számukra vissza fog ütni. Tehát azért, azért egy, egy, egész néppel megtenni azt, hogy folyton a brüsszeli korifeusokhoz rohangálni, akik egyébként kiszolgáltatottak egy még magasabb pénzügyi lobbinak, hát ez egyszerűen megengedhetetlen, és én ahogy a magyar polgárokat és a választókat ismerem, ezért nem hiszem, hogy ő nekik bármikor hálásak lesznek. Valaki már felvetette azt, hogy azért nem kapjuk meg ezeket a pénzeket, mert már nincsenek is meg. És pont ön, tegnap olvastam talán egy ilyen hírt, Persze, hogy a háborúra hogy a most háborúra... már a népeket. Igen. Szóval itt itt azért elég rendesen eltaktikázták magukat a, a brüsszeli bürokraták. Csak sajnos az a baj, hogy ebbe ők ezt soha nem fogják beismerni, hogy itt tévedtek. Egyrészt én azt gondolom az egész háborús helyzet megítélésének is, mert Azért a fejünk fölött mindig ott van az a, a Damoklesz kardjaként, ennek az egész háborús eszkalációnak a, a réme, azért az ott van. És én azt hiszem, hogy ebben a kormányzó pártok, tehát a hazai kormányzó pártok nagyon helyesen járnak el, amikor a békét <coughs> elnézést kérek próbálják meg előtérbe helyezni, mert... Én azt gondolom, ha valaha az embereknek fontos volt a béke és a biztonság kérdése, akkor most a 21. század, harmadik évtizedek közepén a legfontosabb. És ez érzékelhető abban is, amiről kevesen beszélnek, mert ugye arról sokat beszélnek, hogy hány fiatal megy külföldre, hány fiatal keres munkát. Már. Itt el kell, hogy mondjam azt is, hogy pontosan azért akartuk az uniót, ami a szabad mozgást biztosítja. Az nem baj, ha valaki elmegy világot látni, más kultúrákat megismerni, akkor, ha haza is jön. És én azt látom, hogy nagyon sokan jönnek Magyarországra, még külföldiek is, akik itt próbálnak meg élni tovább, mert a biztonság számukra mindennél megfizethetetlenebb. És ha ezt egy ö, brüsszeli közeg nem látja, és visszatérve a kérdésre, hogy megvan-e az a pénz, hát sajnos ö, lehet, hogy ez a. a probléma még inkább előlépett, hogy gyakorlatilag kivéreztették egész Európát, és a háború az egyébként kilátástalan és kimenetében bizonytalan háború oltárán feláldozták az egész Európa pénzét. Én azt gondolom, hogy jövőre majd ott kell állni, és az európai polgárok előtt meg kell magyarázni, hogy mi történt ebben az Európában, ebben az egy-két esztendőben. Számít arra, hogy itt a 24-es választásokkor változás jöhet, ugye? Egy olyan, mondjuk egy ö, olyan nagyobb volumenű változás, amely ezt a most nagyon bal liberális irányba ö, tolódott európai parlamentet változtathatja? Én ebbe abszolút hiszek. És pontosan ezért, amit mondtam, hogy a béke és a biztonság az mindenki számára fontos hívószó. Ebben különösen a, a, a biztonság, mert nyilván, ahol béke van, ott a biztonság is inkább megvan. Tehát ebben csak a biztonságot azt ö, emelném ki. És én biztos vagyok benne, hogy az emberek számára ez sokszor, még azoknál az anyagiaknál, amit ö, általában szoktak emlegetni, még annál is ezerszer fontosabb. Mert ha valaki a saját családját nem tudja biztonságban, akkor ö, az egy olyan... Ö, jövő nélküliséget jelent, ami, ami tényleg egy elbizonytalanodás És ma azokat a politikai erőket jutalmazzák az emberek, akik ezt a biztonságot megteremtik számukra. És én azért gondolom, hogy egyébként a fidesz KDMP kormányzásában ez kell, hogy a legfőbb legyen, hogy a jövőt csak úgy tudjuk biztosítani, hogyha ez a, a Biztonság megvan, ezt viszont minden egyes lépésével a kormányzat próbálja megteremteni. Abban meg én azt gondolom, hogy az ellenzéki politikai erők körülnézhetik magukat, mert mindaddig, amíg tényleg nem ennek a biztonság oldalán és a béke megteremtése oldalán állnak, és amíg szítják ezt a gyűlöletet Európán belül, a világon belül, itthon, a politikán belül, a közéleten belül, addig én azt gondolom, hogy ezt a polgárok nem fogják jutalmazni. Magyarországon mi a a 2024-es Európai Parlament? Hát pontosan ez. Mi? Tehát pontosan Tehát nem ez, ez egyet hogy a... küldünk ki. Egyrészt azt, hogy olyan embereket kell az Európai Parlamentbe küldeni, akik számára a béke megteremtése a legfontosabb, akik nem árulják el a saját hazájukat, akik az egyébként határon kívül élő nemzeti kisebbségeinkért mindent megtesznek, ezeket a kérdéseket napirenden tartják. Én azt gondolom, hogy ilyen képviselőket kell választani, ezt pedig csak azok fogják tudni biztosítani, akik ma hisznek a nemzetbe és a nemzet oldalán állnak. Na hát azt nem mondanám, hogy minden kérdést föl tudtam tenni, de ennyi fértebb az időbe, és nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget, a és hogy itt lehettem. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az országgyűlés volt elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!